Sziasztok! A mai Ígyed meg részben házi készítésű gyümölcsös zapkását fogunk készíteni. Az egyik almásfahéjas lesz, a másik pedig karóporos epres, viszont mind a kettő alapja banán lesz. Így van, ahogy Csenge elmondta, mindkettőnek az alapja banán, így természetesen kell banán. Alma, karóbor, egy kevés mandulatáj, zab, ugye elengedhetetlen, fahéj és eper. Tartsatok velünk! Pedig akkor megmelegítsük a mikróban egy kicsit, hogy ne legyen annyira hideg. Csak hogy ízlik az apkása? Hát ugyebár az enyém a karóporos epres, és én még csak azt kóstoltam, de az nagyon finom, isteni, úgyhogy bátran kísérletezzetek, tegyetek bele akármit, de tényleg eperrel nem lőhettek mellé. És az almásfahéjas? Így van, ez is nagyon finom, és nyugodtan rakhatok még bele, attól függetlenül, hogy a banán az alapja. Simán csinálhatjátok csak banánnal, alma nélkül, de még rakhatok rá egészen nyugodtan plusz banánt is. Az apkása az egy elég megszokott, talán már eléggé felkapott reggeli, viszont nagyon fontos tápanyagok vannak benne, rostban gazdag, és a banán is azért nagyon jó bele, mert ha bár magas a szénhidrát tartalma, így több energiát is tud adni egész napra, sokkal jobb reggel fogyasztani pont emiatt, főleg, hogyha még diétáztok is,
mint estére, de egyébként vacsorára is kiváló, vagy 10 óraira, vagy uzsonnára, bármire elhetitek igazából. És nagyjából nem is tudom, ilyen 5-10 perc alatt kész lett az egész. És azért is jó, hogy szénhidrátus ugye a banán, de lassú felszívódású, úgyhogy tényleg reggelire vagy napközben bármikor eltitek. Végeztünk is, meg is kóstoltuk ugye bár, úgyhogy majd most meg is fogjuk enni. Köszönjük, hogy velünk voltatok, és hogyha kíváncsiak vagytok még több tartalomra, akkor tartsatok velünk a következő részben is, mert higgyétek el, hogy megéri. Sziasztok! Sziasztok!